Csütörtök reggel hóesésre és vastag jégpáncélra ébredtek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Bár az előrejelzések figyelmeztettek a rendkívüli időjárásra, nem mindenki tudott rá felkészülni. Van, amire nem is lehetett, például az úttestre dőlt fákra. A közel 30 segélyhívás nagy része, amely a katasztrófa védelemhez érkezett, ilyen esetekről szólt. Az önkormányzati és hivatásos tűzoltóknak többek között Dombrádnál, Komorón, Nagycserkesznél és Záhonyban kellett motoros láncfűrésszel beavatkozni és eltávolítani az útzárakat képező fákat. A télies időjárás, de elsősorban a viharos erejű szél rengeteg feladatot adott a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzati, önkéntes, valamint hivatásos tűzoltó egységeknek csütörtökön. Sok bejelentés érkezett a megyei igazgatóság főügyeletére, elsősorban árokba csúszott, vagy éppen elakadt járművek miatt, de érkezett úttestre dőlt fák miatt is segélyhívás. Több ingatlan is megsérült térségünkben, Tiszabercelen például az általános iskolára egy nagyméretű fenyőfa dőlt, de volt olyan ingatlan lakóház, amelynek a tetőszerkezetét bontotta meg az erős szél, vagy éppen a kémény döntötte le, és nagyon sok vezeték szakadt le az utakra. Ezek pedig hol kisebb, hol nagyobb áramkimaradásokat is okoztak. Volt, ahol szakadozott az internet, a tévéadás és a telefonvonal is. Csütörtök hajnaltól elsősorban Ibrány és Kisvárda térsége, valamint a szatmári rész volt érintett. Az EON munkatársai megerősített készenlétben voltak, és már éjszaka megkezdték az üzemzavarok elhárítását, és folyamatosan dolgoztak azon, hogy minden ügyfelünknél a lehető leghamarabb visszaállítsák az áramszolgáltatást. A munkát nehezítette, hogy több munkagépünk is nehezebben tudta megközelíteni a javítás helyszínét. A csütörtök hajnaltól kezdődő szélsőséges időjárásból eredő hibákat elhárították a kollégáim. Így most azt tudom mondani, hogy ha vannak is most még üzemzavarok néhány helyen előfordul, az már idézőjelbe téve a normál üzemmenetnek tekinthető, tehát extrém helyzetre nem kell most már készülni. A következő napokban az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései szerint már csak minimális csapadékra kell számítani. Azonban várhatóak olyan napok és napszakok, amikor elérhetik a 30 vagy akár a 40 km/órát is a széllökések. Ettől erősebb szélben egy 140 km/órás tempóval haladó autóra akár olyan erők is hathatnak, minthogyha 240-nel menne.